Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Amíg aktív érsek voltam 22 évig, emlékezetem szerint minden ilyen ökumenikus alkalmon részt vettem, legfeljebb nem Veszprémben, hanem valahol vidéken, általában itt Veszprémben. Örülök, hogy most újra bekapcsolódhatom a testvéri közösségnek az imájába. Két dologról szeretnék beszélni. Először arról, abból indulnék ki, hogy ne féltek, kicsinyáj. Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. Ezzel rímel az ószövetségi olvasmány is, te Betlehem, Júda földje, nem vagy a legkisebb Júda nemzetségek között, mert belőled származik a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz. Ilyenkor jó gondolunk arra, hogy az idei szent szövegeket a közel-keleti üldözött kisebbségben lévő keresztények állították össze. Nyilván egy kicsit saját magukra is vonatkoztatják a kicsinyáj kifejezést, vagy az utalást a Júda legkisebb településére, Betlehemre. Isten szereti a kicsinyeket és az alázatosakat. Néha még a fogyatékkal élőket is nagy feladatok teljesítésére hívja. Ha Mózes, akinek beszédhibája volt, már menne a szemináriumba, véleményem szerint nem vennék föl a kispapnak, hát elküldenék szépen a hazájába. De talán Szent Pálra is ugyanez várna, mert ő is mondja, hogy beszédben gyenge vagyok, tudásban nem, de beszédben gyenge vagyok. Jeremiásról már ne is beszéljünk. És gondoljunk mondjuk Dávid királyra is, hogy amikor Sámuel megérkezik Betlehembe, és elmegy Izáj házába, és mondja Izájnak, hogy a te fiaid közül választotta ki Isten a királyt. És akkor Izáj egymás után odaállítja eléje mind a 7 fiát, aki éppen otthon van, és a proféta meg azt mondja, hogy nem őt választotta az Úr. Hát ha ma mondanák, le van mindenki döbbenve, akkor most mi van? Akkor a proféta megkérde, nincs több fiad? Ja, hát egy még van a 8., hát kint van a legelőn éppen, legelteti a nyájat. A proféta azonnal hazahívatja ezt a fiút, Dávidot, és utána fölkeni őt testvérei körében Izrael királyává. A legkisebbet. Nekünk is, testvéreim, szeretnünk kell egyfajta kicsinységet. Azt mondja Szent Pál apostol, Isten azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszegyenítse a bölcseket. Azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszegyenítse az erőseket. Ami a világ előtt alacsony rendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Nekünk is azt gondolom, hogy nem azt a Krisztus kell követnünk itt a földön, itt ugyan Biblia egy helyen a Jelenések könyvében Júda oroszlányának is nevez, aki vasvesszővel kormányozza a népeket. Nem ez a messiás az, akit nekünk most itt a földön követnünk kell, hanem azt, aki így mond, azt mondta, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Jézus szemében nem az a nagy ember, aki sikert sikerre halmoz, egyik olimpiai bajnokságot begyűjti a másik után. Jézus szemében az a nagy ember, aki a megroppant nádat nem töri össze, és a pislákoló Bécs mellett nem oltja ki. Lelki pásztorra gondolva, aki keresni és megmenteni akarja azt, ami elveszett. Evangélikus templomban vagyunk, azért hadd idézzek ezzel kapcsolatban egy evangélikus költőt, Vászi Mihályt. A Szeliden, mint a szélszímű versében ezt írja.
szőkén szelíden, mint a szél. Nem erőszak s akarat által, ó, szinte mozdulatlan szárnyal, áradtam a világon által, ahogy a sas körözve szárnyal, fény magasság sodort magával, szinte elébem jött a szél. Szőkén szelíden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem, ki bántott, azt vállon öleltem. Értve szánva úgy megszerettem, hogy áltott, megszégyenítetten, és szálltam én sebezhetetlen, fényt tükrözök csak, sár nem él. Gyorsan megemlítem a protestáns testvéreknek, hogy nálunk a katolikus egyházban vannak bizonyos magán kinyilatkoztatások is, például Mária jelenések alkalmával, amelyeket a katolikus egyház helyjel közel hitelesnek fogad el, de természetesen nem keveri össze azzal a kinyilatkoztatással, amely az apostolok halálával lezárult. Tehát ha egy katolikus hívő nem fogadja el a Mária jelenéseket, egyiket se, attól még lehet jó katolikus. Nem fogjuk őt eretneknek nyilvánítani. De azért ennek elődebocsátásában mondom, hogy az első olyan Mária jelenés, amit a katolikus egyház elismert hitelesnek, 16. században volt Mexikóban. Juan Diego Cuautla Toatzin volt a látnok, aki pár évvel korábban tért meg feleségével, egy egyszerű indián pásztorember volt. Ment a mexikói püspököd, aki egy jó ember volt, de hát amikor elmondta neki, hogy mit kíván ez a Mária, hogy odaépítsenek a Tepeyac dombon egy templomot, hát a szegény püspök is azt gondolta, hát a Szűz Máriának van valami üzenet, akkor miért nem nekem szól? Legalább egy papnak, vagy mondjuk egy apácának. Aztán idő kellett, mire annyi bizonyíték összegyűjt, hogy a püspök elfogadta ezt az üzenetet, és teljesítette is a kérést. Hasonló volt a helyzet Lourdesban, meg Fatimában, de most ezzel tovább nem foglalkozom. A lényeg egyébként is az, hogy Isten szereti a kicsinyeket. Nem biztos, hogy akkor leszünk nagyok Isten előtt, hogyha a világ szemében is nagynak látszunk. Természetesen kell, hogy legyenek ambícióink, ezek elsősorban arra indítsanak minket, hogy a jót cselekedjük. Például, hogy adakozzunk. Mert azért meg Szent Ferencnek a mondása jut eszembe, hogy amihez görcsösen ragaszkodunk, azt elveszítjük. De amit másoknak odaadtunk, az elkísér minket a mennybe. Ezt érdemes megismételni. Amihez görcsösen ragaszkodsz, azt itt hagyod majd a halálban. De amit másokkal megosztottál, az elkísér téged a mennyországba. Most valamit hadd mondjak még arról is, hogy amit ugye olvastunk az előbb a Péter apostolnak a második leveléből. Ha jót tesztek, mégis türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt, mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomait. Igen, Jézus szerepel úgy is a keresztény ábrázolásokban, mint Pantokrátor, mint a Teremtő Istennek a teremtő igéje, vagy mint ítélő Isten. Szerepel úgy is, mint jó pásztor. Egy helyen a Jelenések könyvében, még az is bajban, talán említettem, hogy Júda oroszlánja, de még inkább úgy szerepel, mint áldozati bárány. Pásztor, aki szelíden tereli a nyáját, de ugyanakkor áldozati bárány is, aki föláldozza magát a nyájért. Ahogyan ezt már Izaiás próféta könyvének 43. fejezetében olvashatjuk. Három dolgot megemlítek, ez lesz még a prédikáció témája, hogy mire jó a szenvedés az életünkben. Első, lerohatjuk bűneink adóját. Ez kívánja az igazságosság.
És nem rossz dolog, ha le tudjuk róni bűneink adóját. Hát Adi Enzel képen református volt, ő is ilyen verset, hogy Uram, ostorozz meg engem. Hát azért ő benne is élt a hit, és tudta, hogy erre szükség van. Vagy például egy verset hadd idézzek megint, Somjó Zoltán a Szűkkönyök utcán. A Szűkkönyök utcán hazamegyek, most hajnali 3 óra, Istenem, vezess a jóra. Békevirágok-e szürke kövek, és béke hajnali ég, Istenem, szeretsz-e még. Züllenem, hullanom, rendeltetett, és lehull, aki arra való. Légy velem, mindenható. 20 évvel szerettem, 20 évvel vakon, a sápat és zord halovány alakom. Istenem, a szívedbe lakom. Nincs éjjelem, nincs, és nappalom sincs, csak e hajnali ég, csak e kék. Istenem, szeretsz-e, Istenem, vezetsz-e, Istenem, megversz-e még. Ez a vége. Nekem ezt tették, megmondom őszintén. Mert ha megversz, még az azt jelenti, hogy még látsz bennem fantáziát. Még nem vagyok olyan a szemedben, mint egy elfuserált márvány, amiben már nem lesz szobor, és a művész kidobja a szemétbe. Ha megversz, akkor még van remény. Tehát ha úgy érezzük valamikor életünkben, hogy megvert a jó Isten, ne keseredjünk el, mert biztosan az válik javunkra. A második dolog, tehát első volt, lerohatjuk bűneink adóját. Második dolog, tökéletesedhetünk a szenvedés által. Ne felejtsük el, még maga Jézus is, mint ember, növekedett bölcsességben és kedvességben Isten és emberek előtt. A szenvedései által még ő is, mint ember növekedett. Nyilván, mint Isten nem növekedhetett, de mint ember még ő is kedvesebbé vált a mennyei Atya előtt. Tóth Árpád, Isten oltókése című versében ezt így fejezi ki. Tudom és érzem, hogy szeretsz, próbáid áldott oltókése bennem, téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Hadd ismételjem meg. Tudom és érzem, hogy szeretsz, próbáid áldott oltókése bennem, téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Amikor a fát beoltják, megsebzik, de nem azért, hogy áltsanak neki, hanem hogy nemesebb gyümölcsöt teremjen. Amikor megfaragják a márványt, nem azért teszik, mert haragusznak rá, hanem azért, hogy szobor legyen belőle. Végül befejezésül, a szenvedéssel engesztelhetünk másokért is, tisztán szeretetből. Itt most egy pápista költőt hadd idézzek, Dzsida Jenőt, aki 36 éves korában halt meg, de írt néhány remek művet ő is. 16 éves korában írta ezt a verset, az a címe, hogy a Golgotán. Vágyat érzett arra, hogy együtt szenvedjen Krisztussal, másokért, tiszta szeretetből. Furcsa vágyamat magam csodálom, minek is kövis homlokomon. Nagyon zokogva, nagyon szeretve, borulok rá a kemény keresztre, sárkás derekát megcsókolom. Szépen szerettem ezt a világot. Azért ezek most ilyen nagyot, mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen meghalok érte, de harmadnapra föltámadok. Amen.